Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlecsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Egyáltalán nem. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Nem arra tartom, erre kéne tartani. Zuhanó repülésben van. Hát érdekes világban élünk, igen. Volt egy érdekes helyzet itt ugye 2020 márciustól. Azért érdekes, mert ilyen még nem volt. Legalábbis az én életemben biztos nem. És ott egész jól rászokatták a lakosságba dolgokra. Nem abban az időszakban? Tehát manapság ugye éppen szó volt itt a kezdés előtt arról, hogy 8 óra után már alig van élet egy nagyvárosban. De a vidéken is ugyanez a helyzet. Tehát az emberek, mintha magukba fordultak volna itt 2020-tól kezdődően. Na most ennek van egy fokozott problematikája, méghozzá az, hogy minél jobban magába fordul egy ember, annál rosszabb hangulatú lesz. És minél rosszabb hangulatúvá válik, ugye annál inkább hibázik az életében, annál több problémát hoz létre. És minél többet hibázik, ugye még annál rosszabb hangulatba kerül. Ezáltal még több hibát vét az életében. Tehát mondhatjuk azt, hogy az ember, ha hagyja magát befolyásolni a negatív információkkal, akkor elindít saját maga egy lefelé menő spirált. Ez a lefelé menő spirál az, amiről most az imént beszéltem, hogy romlik a hangulat, ezáltal több a hibázás, azáltal több a probléma, ha több a probléma, akkor még rosszabb a hangulat, ha még rosszabb a hangulat, akkor még több a hibázás, még több a probléma. Az emberek például a hibázást úgy próbálják elkerülni, hogy nem csinálnak semmit. Azt gondolják, hogy ha nem csinál semmit, akkor nem hibázhat. Igen, ám de a nem csinálás, tehát ha nem csinálunk semmit, az azt jelenti, hogy az ember elmulaszt dolgokat. Tehát elmulaszt megtenni cselekvést. Tehát amit cselekedni kellene, azt nem teszi meg. És a nem cselekvésből származó problémák is hibázás, ugyanolyan hibázás. És azt látni, hogy a társadalom többségén elindult ez a lefelé irányuló spirál. Tehát így szépen csúsznak lefelé. Tehát ez ugye onnan kezdődött az egész, hogy a hangulatunkat, tudjátok, mi befolyásolja leginkább? Hát az ember félelme. Minél több félelme van egy embernek, annál rosszabb hangulatú. Tehát gyakorlatilag a félelmek. Tehát most gondold végig, a problémák felfokozzák a félelmet. És a félelem az a jó hangulatnak az ellensége. Tehát a jó hangulat az mondjuk
Mikor az ember nyitott, mikor az ember mondjuk jókedvű, mikor az ember érdeklődő, mikor az ember lelkes. Tehát ilyenek a jó hangulatok. Tehát amikor az ember jó hangulatú, az azért jó hangulatú, mert nem fél. Minél több a félelem, annál rosszabb a hangulat. Ezt nem figyeltétek meg? Tehát az ember hangulatát a félelmeinek nagysága vagy mértéke határozza meg. És az emberekben, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy mióta az eszedet tudod, alakítanak ki félelmeket. Tehát most nem csak a szülőkről beszélek most, társadalmi szinten, a társadalomban próbálnak félelmet kialakítani. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy a média, a politika félelmet generál a társadalom irányába, az emberek részére. Tehát nem elég, hogy az emberek létrehoznak félelmeket a helytelen cselekvéseikből, hát most gondold végig, hogy az elmúlt mondjuk 15 évben mennyien féltek attól, hogy elveszítik mondjuk az ingatlanukat. Oké? Vagy mondjuk elveszítik az állásukat, vagy elveszítik a párjukat, vagy bármit, vagy kapnak egy gyógyíthatatlan betegséget, vagy esetleg netán-tán belehalnak egy betegségbe. Mennyi dologtól féltek az emberek az elmúlt időszakban? Gondold végig. És ha megfigyeled, a félelmük gyönyörűen létrehozott egy hangulatromlást. Egy hangulatromlást. Tehát az embereknek lényegesen rosszabb a hangulatuk, mint mondjuk 2019-ben volt. De 2019-ben is rosszabb volt a hangulatuk, mint mondjuk 2010-ben. Tehát társadalmi szinten. És megnézzük itt szépen, a társadalom hangulat az megy lefele, és a társadalomban ott vannak az egyének. És ez a hangulatromlás, ez sok dolgot előidéz. Minél rosszabb hangulatú egy ember, annál betegesebb, tehát azon túlmenően, hogy egyre többet hibázik, betegessé válhat. Akkor ugye elrontja az életét olyan formában, hogy elege lesz az életből. A rossz hangulatú ember gyorsabban öregszik, sokkal. Mondjuk az jó, gondoljuk végig a szépségiparnak, nem? Ha az emberek gyorsan öregednek, akkor a szépségipar abban nagy hasznot húz. Szóval lényeg az, hogy a rossz hangulat az az élet megrontója, de igazából nem a rossz hangulat az élet megrontója, hanem ugye a félelem. És ha valaki rossz hangulatban van, akkor például sokkal kevésbé nyitott. Ha valaki rossz hangulatban van, akkor sokkal kevésbé érdeklődő. Sőt, azt lehet mondani, hogy nem érdeklődő, nem nyitott. Például egy rossz hangulatú ember az nem gondol a jövőre, csak negatívan. Tehát csak negatívan. Nincsenek céljai, nem talál, nem jut eszébe cél. Nem tudja az életben, nem tud gondolkodni. Tehát nincsenek gondolatai. Tehát látja a problémát, egyszerűen nem jut eszébe egy megoldás. Tehát semmilyen megoldás. Tehát a rossz hangulatú emberek, ha megnézed, annak következtében, hogy nem nyitottak, magukba fordulnak, nem találnak ki megoldásokat, szépen elbutulnak. Elbutulnak. És ez az elmúlt években teljesen láthatóvá vált az elbutulás.
és annak következménye a helytelen cselekvés, aminek következménye a rosszabb élet. Tehát minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Gondold át, milyen lesz a jövő, gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy, ezt a folyamatot visszafordítsuk. Tehát ezt az elbutulási folyamatot. Ami abból indul ki, hogy az emberekben egyre több és több félelem van. Most az, hogy mi iránt van félelme az egyénnek, ez most részletkérdés. És nagyon érdekes dolog, mert azért fél az ember, mert van egy alap félelme, tehát addig az emberben nincs félelem, még nem alakítják ki benne a halálfélelmet. Hát amikor gyerekkorban kialakították benned a halálfélelmet, na onnantól lett félelem. És azt nem a társadalom alakította ki a halálfélelmet, nem az óvoda alakította ki a halálfélelmet, nem az iskola alakította ki a halálfélelmet, hanem a szüleid. Oké? És amikor egy emberben kialakul a halálfélelem, onnantól, ha megnézed gyerekként, amikor a gyerekben kialakul a halálfélelem, onnantól kezd el rosszabb hangulatú lenni, mint előtte volt. Oké? Tehát a félelmek alapja a halálfélelem. És az, hogy a társadalomban az emberek féljenek, úgy érték el, hogy elérték azt, hogy a haláltól féljenek. És ezt hogy sikerült elérniük, a haláltól való félelmet? Úgy, hogy a halált beállították egy rossz valaminek. Tehát a nyugati társadalomban működik ez így. A halált rengeteg helyen ünneplik. Bizonyán nem nyugaton, nem Észak-Amerikában, nem nyugat-közép, tehát nem Európában, maradhatunk a teljes Európának. Teljes Európában halálfélelem van. Tehát Ázsiában, Afrikában a halál az egy ünnep. Érted? Szó szerint. Hát hogy lehet a halál bánat és rossz, ami egy egyéntől idegen, vagy hogy lehet mondjuk az élet része és mondjuk ünnep? Hogy? Hát nagyon egyszerű a válasz. Tehát a haláltól abban a társadalomban nem félnek, ahol a halállal csak egy másik élet kezdődik. Oké? Tehát a halál egy másik élet kezdete. Egy olyan társadalomban a haláltól óriási félelem van, ahol a halál az nem egy másik élet kezdete, hanem az élet vége. Tehát abban azokban a társadalmakban, ahol nincs a halálnál vége az életnek, ott nem félnek a haláltól. Ilyen egyszerű. És a nyugati társadalomban, hogy kialakítsák az emberekben a félelmet, el kellett velük hitetni a társadalommal, hogy a halála a vége az életnek. Bár ugye a kereszténységben azt tanítják, hogy főutca mennyekbe, de azt is tanították, hogy lemész a pokolba. Oké? Na most ezáltal az emberek bizonytalanok abban, hogy most a pokolba,
a keresztény emberekről van, a vallásos keresztény emberekről beszélek. Tehát nem a nem vallásos keresztény emberekről beszélek, hanem a vallásos keresztény emberekről. A vallásos keresztény emberek is nem biztosak abban, hogy most a mennyekbe jutnak, vagy a pokolba jutnak. Pokolra jutnak. Nem biztosak benne. Mert nem tudják értékelni a saját életükben azt, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. És az ember nem tudja, hogy biztosan, hogy mi a helyes, meg mi a helytelen, akkor nem tudja a vallásos keresztény se, hogy a mennyekbe jut, vagy a pokolra jut. Nem beszélve ugye arról a rengeteg emberről, aki nem vallásos, és nem foglalkozott avval, hogy mit mondanak a jövővel, tehát a halál utáni jövővel kapcsolatban, hanem ugye azt tudják, amit tanítottak nekik, hogy a halállal megszűnik az élet. És ha megszűnik az élet a halállal, akkor bizony ebben az életben kell megélni mindent. És ezáltal az élet a legtöbb embernek egy hajsza. Hajsza azért, hogy az életben, ebben az életében megéljen mindent. Mert ugye az anyagi világban azt hallod, hogy egy életed van, és egy halálod van. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy most képzeld el, hogyha az emberek nem ebben az életükben akarnának mindent megélni, akkor a fogyasztói társadalmat hogy szolgálnák? Hát ami azt jelenti, hogy a fogyasztói társadalom létrehozói, illetve fenntartói, azok ultra gazdag emberek. És ők érdekes módon még ultra gazdagabbak akarnak lenni, még nagyobb és nagyobb vagyonra akarnak szert tenni, ehhez viszont arra van szükség, hogy az emberek féljenek a haláltól, és ha haláltól fognak félni, akkor minden más tól félni fognak, ami a halálhoz közelíti őket. Tehát minden mástól félni fognak, ami a halálhoz közelíti őket. Tehát minden mástól. Tehát az azt jelenti, hogyha valamilyen szinten is felmerül az, hogy amiatt ő hamarabb meghal, amiatt a dolog miatt, tehát mit tudom én, nem 40 év múlva, hanem mondjuk 20 év múlva, már akkor félni kell. Világos ez? Szóval rendkívül jól kitalálták ezt az okosok, az okos hatalomban lévők, hogy kell elérni, hogy a társadalom az vásároljon, lehetőleg többet költsön, mint amennyit keres, tehát lehetőleg többet költsön, mint amennyit keres, és hát kitalálták azt, hogy ehhez az kell, hogy féljenek. De érdekes módon nem, de mégse beszélek erről. Nem beszélek. Szóval, lényeg az, hogy gyönyörűen elérték az embereknél ezt. Tehát gondold végig, hogy milyen jövő lesz itt az emberiségnél, hogyha minden úgy megy tovább, ahogy elindult.
Tehát valaki azt gondolja esetlegesen, tehát hogy a szellemi és az olyan fizikai munkára, ami nem túlságosan megerőltető, hogy a jövőben arra szükség lesz. Hát már van mesterséges intelligencia. Vannak gépek, robotok, tehát robotizált gépek, amelyik elvégzik a munkát. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberi munkaerőre csak azon a szinten lesz szükség, ahol nem kell gondolkodni, és nagyon alja szintű munka. Tehát mondjuk a WC pucolásnál sokat nem kell gondolkodni, érted? A takarításnál sem kell sokat gondolkodni. Tehát gondold végig. Tehát mit tudom én, mondjuk egy segédmunkánál sem kell sokat gondolkodni. Megmondják, hogy csináld ezt, és akkor csinálj. Tehát az ember, mint munkaerő, itt a nyugati társadalomban sokkal drágább, mint egy robot. Sokkal drágább. Keleten nem, mert töredékét keresik az emberek annak, amit mi keresünk, ezért ugye még nyugaton olcsó a kézi munkaerő, tehát nem kell robotizálni. De itt robotizálni kell, és hát például, most mondok példát, hogy ne, ha nem hiszed el. Tehát kimegy nyugatra egy, mondjuk egy magyar állampolgár dolgozni, és lehet neki akármilyen szakmája, nem biztos, hogy a szakmájában el tud helyezkedni, hanem főleg, ha nincs is szakmája, akkor meg ugye a szakmájában el se tud helyezkedni. Hanem mi történik vele? Alja munkát tud bevállalni. Tehát alja munkát. Mit tudom én, mondjuk mosogató lesz a McDonald'sban. Érted? Tehát, hogyha valakinek van valami jó szakmája, mondjuk orvos, kimegy nyugatra, sokra megy vele, ha nem tud nyelvet. Érted? Tehát először meg kellene tanulni a nyelvet, hogy tudjon ott kommunikálni az ottaniakkal. Tehát lényeg az, hogyha megnézzük, akkor azt látod, hogy egyre inkább arra van szükség, hogy az emberek alja munkát végezzenek. Erre azt mondják az emberek, hogy semmi gond, hát mert lesz ez az alapjövedelem. Majd bevezetik. Ami egy segély gyakorlatilag. Olyan, mint a nyugdíj. És csak azt szeretném kérdezni, hogy mit tudom én, mondjuk megnézzük, mennyi az átlag emberek, tehát nem az átlag nyugdíj, az átlag emberek átlag nyugdíja. Tehát az átlag emberek átlag nyugdíja. Akkor ezt mondhatod, hogy körülbelül jó esetben 67%-a az előző jövedelmének, tehát az aktív jövedelmének. Tehát ha mondjuk keresett, tudom én mondjuk 300 000 forintot hosszú távon, tehát úgy értve, hogy ahhoz kapcsolódó értéket előtte, akkor lehet, hogy most a nyugdíja annak a 67%-a, mondjuk azt mondja, hogy 300 × 7 × 3 = 21, mondjuk 200 000 forint. Tehát körülbelül annyi. Oké? 200 000 forint. Annyi a nyugdíja. Én nem hiszem, hogy 200 000 forintból úgy fog élni, mint előtte a 300-ban. Oké? Tehát az alapjövedelem az ugyanígy lesz, mint a nyugdíj. Egy olyan összeg lesz, amiből nem fogsz dúskálni. Oké? Nem fogsz dúskálni. Nagyon minimális dolgokra futja majd. Oké?
Tehát, ami azt jelenti, hogy nem tudom, milyen életszínvonalad lesz majd az alapjövedelemmel. És az alapjövedelem is hasonló rendszerben lesz kialakítva, mint például a nyugdíj. Tehát az azt jelenti, hogyha ha megérdemled, akkor lesz elég nyugdíjad, vagy van elég nyugdíjad. Tehát ha megérdemelted, tehát magyarul elég sokat fizettél az államnak, akkor van ugye magasabb nyugdíjad. Ha nem fizetett valaki eleget az államnak, akkor nincs elég nyugdíja. Tehát az alapjövedelemnél is valami hasonló helyzet lesz. Azzal a különbséggel, hogy ugye igénylés lesz várhatóan ebben kapcsolatban, hogy ki igényli az alapjövedelmet, és annak feltételei lesznek, hogy jó, akkor mit adsz cserébe az alapjövedelemért? Mondjuk a házadat? A lakásodat? És akkor kapsz alapjövedelmet. Érted? Ha azt adod. Szóval, stb. Stb. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy az alapjövedelem majd csak úgy ingyen lesz, akkor óriási tévedésben van. Tehát az alapjövedelmet azok az emberek fogják finanszírozni, akik most az elnyomók a Földön. És elnyomják a társadalmat. Tehát elnyomóktól te nagy segítséget ne várj. Az elnyomóknak van egy fajta működésük, hogy kihasználni az embereket a környezetükben. Minél jobban kihasználni. Szóval gondold át, mi a jövőnk lesz, ha az emberek így homokba dugják a fejüket, mert hát az a legegyszerűbb megoldás. Strucz politika. Ugyanis ha a jó emberek nem tesznek semmit, ez egy szabály. A rossz eluralkodik a Földön. Tehát nem kellene eszesebbé tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséhez. Nem kellene? Mi ezzel foglalkozunk, hogy eszesebbé tesszük az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világért. Ezzel foglalkozunk. És keresünk olyan embereket, akik tennének azért, hogy legyen egy sokkal jobb világunk. Tehát ilyen embereket keresünk. Tehát olyan embereket, akik hajlandók arra, hogy tegyenek azért, hogy legyen egy jobb világunk. És mi a jobb világ? Tehát hogy lehet létrehozni egy jobb világot? Tehát az elbutulással elérik azt, hogy az emberek számára egy rosszabb világ legyen. Tehát a társadalom számára. Tehát most ne azt nézzétek, hogy van az 1%, amely jól él abból, hogy a társadalom rosszabbul érzi magát. Ez az 1%. De a 99% az rosszabbul él. Tehát 100 emberből 99 az egyre rosszabbul és rosszabbul él. Egy pedig egyre jobban és jobban él. 100-ból. Érted? Tehát nem másabb az arány. Tehát ha azt gondolod, hogy 100-ból 3, akkor te tévedésbe élsz. Tehát 100-ból 1 él jobban és jobban és jobban. 99 pedig rosszabbul, rosszabbul, rosszabbul. Jó, és ez tudod mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az az egy, aki jobban és jobban él, az nem érdekli, hogy a 99 az rosszabbul és rosszabbul él. Ezen túlmenően. Aki rosszabbul él, miért él rosszabbul? Mert elbutul. A
azért ér rosszabbul, mert elbutul. Tehát van egy ilyen társadalmi elbutulás. Tehát a jobb élet az az eszesedés. Tehát ha valami romlik, akkor az ellenkezőjét kell csinálni annak, ami előidézi a romlást. Nem tudom, világos-e. Ha az idézi elő a romlást, hogy az emberek butulnak, akkor az embereket eszesíteni kell. Világos ez? Ez mindenütt igaz, nem csak erre, mindenre. Ami előidézi a romlást bárhol, bármilyen területen, akkor annak az ellenkezőjét kell csinálni. És akkor javulás jön létre. Világos ez? Tehát ha ez a butulás révén egyre rosszabb és rosszabb az élet minősége az emberek 99%-ának, akkor hogyha eszesednének, akkor egyre jobbak és jobbak lennének az életkörülmények. Világos ez? Mert ha egy kicsit visszamegyünk, amikor az emberek eszesebbek voltak, akkor jobb volt az életkörülmény. Csak az a baj, hogy a fiatalok ezt nem tudják. Tehát nem tudják a fiatalok azt, mert ők ebbe a világban nőttek bele, nem tudják azt, hogy régen jobb volt. Hát jobb volt, ami azt jelenti, hogy anyagi szempontból is jobb volt az embereknek. Éppen olvastam egy Facebookra fölrakott valaki egy ilyen kis idézetet vagy szöveget, hogy ki a legfontosabb személy az életedben, és akkor azt mondja, hogy az édesanyja. Miért? Igaz, hogy a múltban, tehát az volt benne, hogy a múltban nem volt mobiltelefon, meg mit tudom én, miket értek, de volt szeretet. Volt édesanyjától szeretet, és ezért az édesanyja a legfontosabb. Tehát olyan jól meg volt fogalmazva, érted? Tehát volt együttműködés, volt szeretet. Most van mobiltelefon, van számítógép, meg tévé, régen nem volt, helyette volt szeretet, meg együttműködés. Most van mobiltelefon, meg tévé, meg számítógép, most nincs szeretet, meg nincs együttműködés. Nem tudom, melyik a fontosabb, a szeretet és az együttműködés, vagy a mobiltelefon, a tévé, vagy a számítógép. Melyik? Gondoljuk végig. Tehát egy tévé, tehát a technika az nem ad szeretetet, nem ad együttműködést, nem ad boldogságot. Nem tudnak. Egy másik ember tudja ezt neked megtenni. Most azt, hogy ki az a másik ember, az édesanyád, vagy a párod, vagy a gyereked, most ebből a szempontból teljesen mindegy, de nem kép. Világos. A gép az nem fog téged szeretni, az nem fog veled együttműködni, magától, érted? Magától. Jó? Tehát eszesebbé kell tenni az embereket, így fordíthatjuk vissza ezt az egész lefelé irányuló spirált, amit így örvénynek lehet nevezni. Ugyanis rendszeresen olyan ember és életjobbító coach képzéseket tartunk, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító képzéseket tartunk, amelyek által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az emberek elől eltitkolt tudásokhoz, élet és emberismeretekhez, tudatossághoz, személyiségfejlődéshez, a gyakorlási lehetőségekhez és a képességekhez is. Hozzásegítjük a tanuló partnereinket, a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, továbbá az anyagi függetlenség tudásához, technikájához, hogy boldog életet élhessenek. Úgy csak kérdezném, hogy ezt úgy magától a telefon, vagy a számítógép, vagy a tévé meg tudja tenni? Nem. Tehát rendszeresen elég tudást adunk az ember és élet működéséről, ez a rendszeres elég tudás, ez azt jelenti, hogy heti két alkalommal, szerdán és vasárnap. Coach képzések,
coach képzéseink által az üzlettársaink képesek helyesen bánni minden életterületükkel, önmagukkal, párjukkal, szüleiddel, szülőkkel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatósággal, Istenükkel. Jó? Tehát itt van 10 életterület. Tehát ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy egy még rosszabb világunk lesz. Mit jelent a jobb világgal? Az emberek fejlődhetnek azért, hogy minél hamarabb szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhessenek. Ez egy közösségre van szükség, ez egyedül nem megy. Tehát ez ugyanolyan, mint a párkapcsolat sem megy egyedül. Nem? Tehát az ember fejlődése az nem egy egyéni dolog. Tehát nem megy egyedül. Mondom, a párkapcsolat sem megy egyedül, az egyén fejlődése sem megy egyedül. Gondold végig, amikor te megszülettél, és amikor ott hagytad a szüleidet, tehát elköltöztél, nem tudom azon belül meddig, a szüleid neveltek téged. Tehát neveltek téged. Tehát az azt jelenti, hogy hatással voltak rád. És ez a hatás, ugye ez érvényesülhetett az életedben. És ha te jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenni azért, hogy egy jobb világunk legyen. Hát most gondoljátok végig, itt vagyunk mi, magyarok. Nem tudom, tudjátok-e, hogy kik a neves elődjeink. Tehát olyan, tehát a őseink, tehát a hunok, tehát így visszafelé menve, hunok, szkíták, előtte sumérok. Oké? Okay. Tehát sumér, szkíta, hun és magyar. Na most. Ezek ugye a suméroktól származtatva egy magasabb rendű tudást vittek el az emberiség számára, a sumérok is, a szkíták is, a hunok is. Oké? Okay? A magyaroknak is ez a feladata. Ugyanis ezt vállaltuk, mint nép. Tök mindegy, ha másnak hívnának minket, nem magyarok, de onnan származnánk, akkor is ez lenne a dolgunk. Tehát ez olyan, mint a genetika. Oké? Okay? Tehát az őseid génjei azok ott vannak benned. Oké? Okay? Tehát függetlenül attól, hogy te hogyan gondolkodsz, akkor is az őseid génjeid, őseidnek a génjei benned vannak. Ugyanígy egy nép. Tehát gyakorlatilag ami idézőjebe egy nép génje, a gén az idézőjel, az függetlenül attól, hogy hívják azt, most sumérnak, szkítának, vagy hunnak, vagy magyarnak, nem számít. Ugyanazokat a géneket, idézőjebb a génszót hordozzuk. Ugyanaz a feladat. Oké? Tehát mindegy, minek neveznek minket. De nagyon érdekes a nyelvünkben, minek neveznek minket. Nem azt mondjuk, hogy minek nevezzük magunkat, hanem minek neveznek minket. Ugyanis ez a történet mindig úgy volt, hogy a környező népek nevezték annak, aminek. Nem tudom, nem azt mondták, hogy mint most, hogy engem így hívnak, így szólítsatok. Nem. A környező népek nevezték el azt a népet. Nem tudom, világos-e.
hogy miért pont úgy nevezték el, most ebből a szempontból van magyarázat, de részletkérdés, oké? De hát soha nem magukat nevezték el a népek annak, hanem a környező népek nevezték el annak, oké? Hát ez ugyanolyan, mint hogy mit tudom én, ameddig nem volt szék, nem létezett az a szó, hogy szék. Amikor a széket feltalálták, akkor tehát nem a szék szó létezett előbb, hanem először feltalálták a széket, és utána találtak neki egy szót. Nem tudom, világos-e. És ugyanígy van a népeknél is. Létrejött egy nép, és utána kitalálták, hogy mi legyen annak a neve. Tehát nem a szék találta ki a saját nevét, hanem valaki más, érted? Kívülről kitalálta a nevét. Ugyanígy a népeknek a neve is így jött létre. Például a német szó, nem tudom, hogy tudod, hogy jött létre. Hát úgy, hogy a hunok éppen jöttek, mentek, és láttak egy olyan népcsoportot, amely kecskéket legeltetett, és szőke kékszeműek voltak. Érted? És akkor a magyar a kecskét, illetve a hun a kecskét úgy hívta, hogy met. Ezért van a kecske mét. Tehát mét, csak nem volt ékezet. Oké? Tehát métnek. Met az a kecske. Tehát csak úgy tisztában legyünk el kell. És akkor mit mondtak? Né a kecskére. Ugye a né az micsoda? Lám-lám. Érted? Né, met. Érted? Ilyen egyszerű. Tehát nem a, azt mondták, hogy kecske, mert nem úgy használták, hanem úgy, hogy met. És akkor né, met. És akkor így egyre többen mondták, és ők lettek a németek. Oké? De ezt mi neveztük így, hunok, érted? Mi neveztük így. Ami azt jelenti, hogy másnak ők, mit tudom én, germánok, érted? Nekünk németek. Világos ez? Szóval, lényeg az, hogy például mi is így kaptuk a magyar kifejezést, mint anno annak idején törzs, hogy a környékbeli népek mondták azt, hogy na, ők a magyarok. Oké? Miért? Mert volt egy vezére annak a törzsnek, aminek a neve az volt, hogy magyar, és ezért ők a magyarok. Szóval, lényeg az, hogy de nem magukat nevezték el magyaroknak. Ezt most csak, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Szóval gondoljátok végig, megnézel, utána nézel, mondjuk tessék megnézni, Zrínyi Miklós, utána tudsz nézni a neten, Zrínyi Miklós megrendelt Nostradamustól egy jóslatot, amiben benne van, hogy mi lesz a magyarokkal a jövőben. Hát az Zrínyi Miklós az elég rég élt, még az 1500-as években. És akkor rendelt Nostradamustól, mert Nostradamus is akkor élt, egy jóslatot a jövőről a magyarokkal kapcsolatban. És ez fölelhető a neten, ennek a ugye Zrínyi nem tüntette ezt el. Oké? És tehát beírod, hogy Nostradamus, Zrínyi Miklós, gyönyörűen megtalálod. És benne van, hogy a hogy milyen nehézségeket fogunk megélni, benne van az, hogy egyszer csak fölvirágzunk, ez időtájt. Oké? Ez időtájt. Akkor megnézed például 15 jóslat, amely azt jósolja, 15 jóslat, amely azt jósolja, hogy, tehát 20 jóslatból 15, azt jósolja, hogy a szakák népe fogja elvinni a magasabb szintű tudást az emberiség számára, ahol létrehozzák az aranykort. A szakák népe, azaz kíták népe. Oké?
És a szkíták azok mi vagyunk. Oké? Tehát, hogyha nem változtattunk volna közben nevet, akkor még mindig szkíták lennénk. Érted? Tehát, de mondom, nem mi változtattuk meg a nevünket, hanem a környezet. Hát most gondold végig, a palócok is magyarok, mégis mindenki magyarnak hívja őket. A székek is magyarok, és magyarnak hívják őket. Érted? A kunok is magyarok, és nem kunoknak hívják őket, hanem magyaroknak. Oké, és még mondhatnám a többi törzsünket, itt magyar, jászokat például, azok is. Ugye igazából nem magyarok, de mégis magyaroknak hívják. Tehát ez egy sem magyar törzs, és mégis mindig mindenki magyarnak hívja őket. Oké? Hát ugyanúgy, mint az osztrákot, meg mindenki germánnak nevezi. Érted? Tehát az osztrák is germán. Oké? Tehát lényeg az, hogy, 15 jóslat azt mondja, hogy a többek közt ilyen is van benne, hogy a szakák népe. Oké? Meg olyan, hogy a Kárpát-medencéből indul el, stb. Stb. Juttatja el az emberiség számára a magasabb rendű tudást, az aranykort. Hát az aranykor az nem azt jelenti, hogy aranyból lesz minden, hanem az a szellemi kor. A vaskor, amiben vagyunk, vagy még a vaskor levét isszuk, az az anyagi világkora, az anyagi világ. Amikor a gondolkodás nagyon alacsony szinten működik, és az anyag uralkodik az ember felett. Oké? Tehát ha megnézed, a nyugati társadalomban a legtöbb embernek az anyag az istene. És ugye az pedig, hogy megszerezze az anyagot, pénzre van szükség, tehát mondhatjuk, hogy a pénz az istene, mert a pénzzel teremti meg az anyagot. Tehát a szellemi gondolkodás, tehát a gondolkodás időszakában nem az anyag a domináns, hanem a gondolatok, a gondolkodás. Oké? Tehát ahol az emberek majd szeretik egymást, abban a korszakban. Ahol az emberek együttműködnek egymással. És akkor szeretném mondani ebben kapcsolatban az aranykorban, jó? Hogy magyarázatként, mert nem értitek ezt az aranykort. Tehát az aranykorban is lesz elnyomás, csak nem lesznek elnyomók. Oké? Hát hogy lesz elnyomás? Hát az emberek 20%-a elnyomó, az egész bolygót nézve. 80%-a pedig szociális személy. És a szociális személy, ez a 80% úgy működik, hogyha elnyomják és nem tudja kezelni az elnyomást, tehát egy elnyomó elnyomja, és nem tudja ő, mint szociális személy kezelni az elnyomást, akkor fogja és továbbadja az elnyomást. Egy. Kettő. A szociális személyek akkor is el tudnak nyomni, ha valami emlékezteti egy múltbéli, nagyon berögzült elnyomásra. És úgy, hogy senki nem nyomja el, elkezd elnyomoskodni. És ez elég, hogy ő azt a helyzetet ne tudja kezelni, mert nincs elég tudása, és fogja, és ugyanúgy működik, mintha valaki elnyomta volna, és fogja, és továbbadja az elnyomást. Oké? Amit ő megél. Nem nyomták el, létrehoz magában egy elnyomásos helyzetet, és azt az érzéseket továbbadja, érted? Fogja, és elnyom egy másik szemét. Vagy akár többet. Na most, ez a szociális személy. Pedig a szociális személy az nem elnyomó, csak elnyomóskodik, ha elnyomják, vagy ha olyan helyzetet él meg, amikor
ugye emlékezteti az elnyomásra az a helyzet. Most mindegy, hogy milyen emlék emlékezteti, az nem lényeg. Szóval, gondoljátok végig. De ahhoz, hogy egy szociális ember tudja kezelni azt a saját helyzetet, ami emlékezteti egy elnyomásra, azt magától soha nem fogja megtanulni. Egy. Oké? Tehát magától sose tanulja meg. Kettő. Ha megtanulná mondjuk az etikát, akkor mondjuk bekerül egy elnyomásos helyzetbe, és elkezdenek gondolkodni, hogyha én most továbbadom az elnyomást, azért mert valami emlékeztet egy elnyomásra, és továbbadnám, akkor azt én se szeretném, hogy valaki ezt velem csinálja. Akkor én miért akarnám vele csinálni? Nem tudom, elég világos voltam. Tehát, és ez csak az etikának egy nagyon kicsi része. Szóval, lényeg az, hogy az aranykorba azok juthatnak be, hogy tiszta és világos legyen, akik képesek az etikára, az etikusságra, mert tanulták és gyakorolták, és képesek arra, hogy a saját elméjük működését ismerjék. Illetve más elméjét is ismerje természetesen. De egy nagy baj van ezzel kapcsolatban, hogy addig, míg nem lesz aranykor, addig bizony az elnyomók bőszen fognak működni. És addig ez a két tudás kevés. Kevés. Melyik két tudás? Hát az etika és az elméd működése. Ez kevés. Kevés. Miért kevés? Mert úgyis úgy szokták ezt mondani, mikor valaki elnyomást kap, vagy emlékezteti egy helyzet, egy elnyomott saját helyzetére, és ezáltal elnyomott, tehát elnyomásként éli meg azt a helyzetet, ezt ő, na mint akartam ebben kapcsolatban mondani, az aranykorban ez a kettő kevés. Ja igen, ebben a helyzetben nem fog tudni uralkodni magán, és bekattan. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy bekattan. Tehát bekattan. Tehát az egyik pillanatban az azt jelenti, hogy még normálisan működött, valami emlékezteti egy múltbéli olyan elnyomásra, amit ő megélt saját maga, és ennek hatására bekattan. Érted? Na most ezt a következő, addig míg elnyomók vannak mondjuk max 2035-ig, egyébként az elnyomókról a fentiek úgyis gondoskodni fognak, csak úgy mondanám, hogy milyen formában tüntessék el a földről az elnyomókat. Ami most akárhogy nézzük, 1,6 milliárd ember. Jó? De ha valaki nem tanulja az etikát, és nem tudja az elméjének a működését, nem tudja, hogy irányítsa a saját reaktív elméjét, akkor hogy akar bekerülni az aranykorba? Tehát ilyen alapszintű tudás nélkül nem lehet bekerülni az aranykorba. Oké? Okay. És itt nem a gyerekekről szól a történet.
Mert a gyerek képlékeny és javítható, változtatható, fejleszthető. Itt a felnőttről szól a történet, amelynek ugye szabad akarat van, mert a gyereknek nincs szabad akarata. Tehát hogy lenne szabad akarata, gondold végig. Azt csinál az iskolában, amit akar? Lehet, hogy otthon azt csinál, mit akar, mert irányítja a szüleit, de az óvodában azt fog csinálni, amit akar? Nem. Az iskolában azt fog csinálni, amit akar? Nem. Tehát a gyereknek nincs szabad akarata. Te azt csinálhatsz, amit akarsz. Ha nem tetszik a munkahelyed, ott hagyhatod. Ő nem hagyhatja ott az óvodát szabad akaratából. Ő nem hagyhatja ott az iskolát szabad akaratából. Világos ez? Te bármikor, bármilyen munkahelyet így otthagysz. Egyik napról a másikra. Neked van szabad akaratod. Egy gyerekre nincs. Tehát egy kiskorúnak nincs szabad akarata. Világos ez? Maradjunk, legyünk tisztában ezzel a dologgal. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyerekek egy más tészta. Tehát a gyerek bekerülhet úgy is, hogy te nem kerülsz oda be. Már te, ha itt tanulsz, akkor igen, de ha nem tanulsz itt, akkor a gyereket bekerül az aranykorba, majd gondoskodnak róla az aranykorba. Oké? Te meg kimaradsz. Tehát egyébként van 12 éve. Nem sok. Nem sok. Tehát látni az embereknél, hogy mindent gyorsabban meg tudnak élni, mint a saját személyes fejlődésüket. Tehát a saját személyes fejlődésed az egy dolog. Közben kismillió egyéb dolog történhet veled, meg történik is veled, és az emberek mindent hamarabb meg tudnak élni, mint a saját személyes fejlődésüket. Honnan tudom? Az emberek fejlődésével foglalkozom elég régen, saját szervezésű csapatom van 1991 óta, azóta sok tízezer fő megfordult idézőjelbe a kezem alatt. Mindig is érdekelt az ember működése, mióta az eszemet tudom, mindig is érdekel. Mindig is szerettem tanulmányozni az embereket, mióta az eszemet tudom. Ebből a szempontból mindig kilógtam a sorból, vagy ebből a szempontból is kilógtam a sorból. És a tanulmányozásaim eredménye ez. Hogy mindent hamarabb megélnek, mint a saját személyes fejlődésüket. Miért? Mert saját magaddal megvívott csata a legnagyobb csata. Ezért. Oké? Tehát figyeld, van egy külső személy, lehet az a barátod, összeveszel vele, szétmentek, már meg is szűnt vele a konfliktus. Lehet a párod, elválsz, már meg is szűnt vele a konfliktus, érted? De önmagaddal kapcsolatban hogy szünteted meg a konfliktust így? Tehát akkor fejlődött föl a személyiséged arra a szintre, amire kell, ha képes vagy bármikor arra, tehát az életedben, mondjuk innentől, hogy nincs benned önmagaddal kapcsolatos személyes konfliktus. Tehát ameddig benned van személyes konfliktus, addig a személyiség fejlődésed még nem azon a szinten van, mint kellene lenne. Nem tudom, világos-e. Ha már régóta itt tanulsz, és vívod még mindig a harcaidat önmagaddal kapcsolatban, már be tudnál jutni az aranykorba, ha nem lennének elnyomók. Oké? Ezért ugye most még nem tudsz bejutni az aranykorba, mert még vannak elnyomók. Mert közben kapsz egy elnyomást, és már is kiakadsz, mint az inga óra.
Oké? Még akkor is, ha lehet, hogy itt tanulsz 5-6 vagy akár még több éve. Tehát az azt jelenti, hogy a személyiséged fejlődése az lassabb, mint bármi más, amit megélsz az életedben. Tehát ezért minden embernek a saját személyiségének a fejlődéséhez tanulásra és időre van szüksége. Oké? De különben nem javul egy egyének a személyisége, hanem romlik. Tehát romlik. Ha megnézed, az emberek, ahol nem tanulják és nem tapasztalják azt, hogy hogyan fejleszték a saját személyiségüket, tehát nincs rá lehetőségük, hogy fejleszték, akkor az idő múlásával egyre rosszabbá válnak az emberek. Tehát például megnézed, mondjuk aki idősként gonosz, fiatalként nem volt. És akkor azt tudod mondani, hogy hát még 10 évvel ezelőtt nem volt ilyen gonosz. Érted? Mint amilyennél vált most. Mert tudom én mondjuk 80 évesen, vagy 80 év fölött. Csak most mondok példát. Érted? Tehát az nem, ez nem fejlődés, hanem ez visszafejlődés. Tehát az ember, mikor rosszabbá válik, mint volt, akkor ez nem fejlődés, hanem romlás, visszafejlődés. Tehát a társadalom ezáltal is láthatóan romlik a társadalomnak az állapota, mert az emberek az idő múlásával romlanak. Érted? Tehát most gondold végig, egyre kevesebb gyerek születik, a gyerekek hangulata a legmagasabb, egyre több az idős, akinek egyre rosszabb a hangulata, akkor az a sokkal kevesebb gyerek, mint régen, azt a sokkal több öreget nem tudja kompenzálni. Arról nem is beszél, hogy régen az időseknek is sokkal jobb volt a hangulatuk, mint most. Szóval a lényeg az, hogy amíg gondolkozzatok el rajta, hogy mi a módja annak, hogy valaki bekerüljön az aranykorba, az csak úgy mondanám, hogy az etikát és az emberi működést, az emberi elmének és a léleknek a működését olyan részletességgel sehol nem tanítják, de nem tanítják olyan részletességgel a párkapcsolatot sem, nem tanítják például a gyereknevelés, sem tanítják olyan részletességgel sehol, mint ahol amit mi tanítunk. Tehát most mondjuk a gyereknevelés az 180 órányi képzés volt. 180 órányi képzés. Tehát ami azt jelenti, hogy ilyen mértékben sehol nem tanítják. Az etika az legutoljára azt mondja, hogy 120 óra képzés volt. Tehát 120 órányi. 120 órányi etika képzés sehol a bolygón nincsen, tehát sehol. Most a párkapcsolat coachképzésünk van, és ugye második hónapnál tartunk, de hát még nagyon az elején tartunk a kapcsolatban. És úgy mondanám, hogy mit tudom én, volt olyan, hogy nem itt kell néznem, hanem itt nézem, egy pillanat. Azt mondja, hogy mondjuk az eredményes tanulás az 2 hónap volt, az önismeret az 2 hónap volt, a vérmérséklet az 2 hónap volt, a szeretet teremtő, ja nem, a vérmérséklet után mindjárt mondom mi volt, nem, a vérmérséklet az 4 hónap volt, azt mondja, hogy a hangulatjavítás az 3 hónap volt, azt mondja, hogy személyiségfejlesztő képzésünk az
3, 4, 5, 6 hónap volt a... Nem, 8 hónap volt, bocsánat, személyiségfejlesztő, 8 hónap volt. Akkor az önbizalom teremtő az. Azt mondja, 6 hónap volt. Hát ezt mind szorozzátok be 30-a, és akkor ennyi volt. Tehát ilyen részletességgel, így belemenve a témákba, bolygó szinten nincs máshol tudás. Tehát nincs. Szóval a lényeg az, hogy mi magyarok kaptunk egy csodálatos lehetőséget. Ugye a hunok, a szkíták, a sumérok ősei kaptunk egy lehetőséget. És most van a kezünkben egy eszköz, hogy egy magasabb szintű tudást juttassunk el az emberiség számára. Hogy létrejöjjön az aranykor, ami ugye még a jóslatok szerint is először itt a Kárpát-medencében fog megvalósulni. Na most ugye az aranykor, még egyszer mondom, az a szeretet korszak. Tehát egy olyan korszak, ahol az emberek békében, szeretetben, boldogságban élnek. És nem olyan korszakban, mint most. Oké? És ugye mi keresünk olyan embereket, akik nem csak tanulnak, hanem segítenek minket abban, hogy létrehozzuk ezt az újfajta társadalmi formát, az aranykort. Nem tudnád azt elképzelni, hogy majd hozzád forduljanak tanácsért az emberek? Nem tudnád elképzelni? Nem tudnád elképzelni, hogy mondjuk ebből élj a jövőben? Érted? Nem másból. Tehát az aranykor akkor tud létrejönni, hogyha minél többen tesznek először, és minél többen figyelnek arra, hogy a figyelmük ott legyen, hogy legyen aranykor, és minél többen tesznek azért, hogy legyen aranykor. Ha az ember hagyja, hogy a figyelmét minden elvigye, akkor a cselekvése sem olyan lesz, mint amit szeretne az ember. Mert akkor a cselekvésben sem fog, vagy cselekvésben is meg fog jelenni az a figyelemhiány. Szóval olyan embereket várunk szeretettel, akik el tudják azt képzelni, hogy ő részt vesz egy korszakalkotásban, létrehozni egy újfajta társadalmat. Ugye ez mikorra? Minél előbb. Tehát minél előbb. Tehát most gondoljuk végig, hogyha mondjuk a bolygón kellene mondjuk 35-re aranykornak lenni, akkor itt Magyarországon mikorra kellene? Már most az kéne lenni. Oké? Tehát itt egy kicsit előbb kellene. Tehát ugye az én látomásomban az volt, hogy Magyarország példát mutat először a környező országoknak, utána meg a további országoknak. Oké? Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet, utána párkapcsolat kócsképzésünk lesz. Ugye ha most valakinek a társaságában nézed az előadást, akkor megnézheted a második részt is. Ha nem, akkor ugye a második részbe akkor tudsz betekinteni, hogyha tanuló vagy. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!